A törvényszék megállapítja, hogy az első és a másodrendű alperesek a miskolci szegregátumokban és a gettósodott lakóépületekben, utcákban, területeken 2011 és 2015 év eleje között hatóságok és társszervek együttes jelenlétével megvalósult összehangolt ellenőrzések szervezésével, koordinálásával és 2013. március 31-ig azok lebonyolításával, míg a harmadrendű alperes 2013. április 1-től 2015 év elejéig ugyanezen ellenőrzések koordinálásával, lebonyolításával, a miskolci szegregátumok és a gettósodott lakóépületek, utcák, területek alacsony társadalmi státuszú, mély szegénységben élő túlnyomórészt roma származású lakosait, a tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjog, a hatékony jogorvoslathoz való alapjog, a magánélet tiszteletben tartásához való alapjog, valamint az információs önrendelkezési jog gyakorlásával összefüggésben közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesítették társadalmi és vagyoni helyzetük, valamint nemzetiségi határozások alapján, továbbá zaklatásban részesítették őket a társadalmi és vagyoni helyzetük, valamint nemzetiségi határozások alapján, és ezzel megsértették egyedül bánásmódhoz való jogukat. A törvényszék megállapítja, hogy az első rendű alperes a közgyűlésnek és a polgármesternek a fészekrakó problémával, a miskolci romák tanári kivándorlásával, a nyomortelep felszámolással és a hatóságok és társszervek együttes jelenlétével megvalósult összehangolt ellenőrzésekkel kapcsolatos nyilvános kommunikációjával, valamint 2011. májusában a diszkriminatív lakásrendeleti módosítás elfogadásával, annak kormányhivatali jelzési elemére való fenntartásával és alkalmazásával, továbbá a számozott utcák 2014 tavaszán kezdődött hátrányos megkülönböztetés megvalósító felszámolásával, a miskolci szegregátumok és a gettósodott lakóépületek, utcák, területek alacsony társadalmi státuszú, mély szegénységben élő túlnyomórészt roma származású lakosait zaklatásban részesítette társadalmi és vagyoni helyzetük, valamint nemzetiségi hovatartozások miatt, és ezzel megsértette az egyedül bánásmódhoz való jogukat. A törvényszék az alpereseket eltiltja a további jogsértésektől. Kötelezi az alpereseket, hogy 15 napon belül a saját honlapjukon legalább egy évig tegyék közzé az ítéletnek a jogsértés tényét megállapító és a jogsértések eltiltó rendelkezéseit, illetve az ítélet rendelkezéseit 15 napon belül írásban közöljék a Magyar Távirati Irodával. Kötelezi az elsőrendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg 10 millió forint közérdekű bírságot, amelyet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat részére kell teljesítenie. A közérdekű bírságot Miskolc város közigazgatási területén a szegregátumok felzárkóztatására, az azzal összefüggő szociális tevékenységre, illetve a lakhatási problémák kezelésére kell fordítani. Ezt meghaladóan a keresetet elutasítja. Kötelezi az alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg az elsőrendű felperesnek személyenként 66.667 forint, míg a másodrendű felperes részére személyenként 41.667 forint per költséget. Megállapítja, hogy a lenyomott 72.000 forint eljárási illetéket a magyar állam viseli. Ezt meghaladó költségeiket a felek maguk viselik. Az ítélet kézbesítésétől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, az ítélettel szemben foglalnak eljárást.